Ezeket a nagy nyílás zárókat is kicserélik hamarosan a Csóri tornacsarnok épületén. Európai Uniós támogatással ugyanis néhány héten belül elkezdik a tekepálya és a csarnok energetikai korszerűsítését. A projekt célja az épület hatékonyabb energiahasználatának növelése, az önkormányzat költségeinek csökkentése. Elsődlegesen az, hogy akkor a fűtési, illetve az áram beszerzési módjainkat hát ugye a 21. századnak megfelelően változtassuk, és hogyha már ez így van, akkor nyilván akkor a hőszigetelés és a külső, nyilván a falakra gondolok, illetve a födémre, hogy ezek is meglegyenek, mert ugye ez szerencsére a külső, tehát az esztétikai oldalát is igencsak javítja. A beruházásra több mint 171 millió forint támogatást nyert el Csór, ezt egészíti ki az önkormányzat 17 millió forinttal. A felújítás során az épület oldalfalainak, födémeinek, homlokzatának és lábazatának a hőszigetelése, a nyílászárok cseréje, a korszerűtlen gázkazán elbontása, új kondenszkazán telepítése valósul meg. A tekepálya falán napelemes rendszert építenek ki. Mindig jó szívvel látom azt, hogyha a sport irányába fejlesztések történnek, a csóri lakosok, illetve a környező települések lakosai, legfőképpen a fiatalok lehetőséget kapnak, európai körülményekben is sportolhatnak, akár kint a füvespályán, akár pedig itt bent mögöttünk a sportcsarnok felejutott épületében, és kiemelve azt, hogy hatékony energia felhasználással ezáltal a környezetünket is védeni fogjuk. A kivitelező céggel az önkormányzat aláírta a szerződést, a munkaterület átadása 15 munkanapon belül megtörténik. Az épület várhatóan 2024. augusztus végére újul meg.